Pacsi mindenkinek, egy újabb játék bemutató, ezzel már a sokadik játék bemutató sorozatunkban. Egy Pearl Harbor nevezetű No Limit City nyerőgéppel érkeztem, szokásos, extrém volatilitás, különb funkciókkal, ezeket fogjuk megnézni. Igazából szokásos kezdőképernyővel kezdjük, mi látható? Itt van fent, ahol van az egér, ott találtok meg az Extra Scatter garantált bekapcsolását. Tétünk további 50%-áért egyet, és tovább tudjuk kapcsolni garantált kettőre a tétünk 100-szorosáért. Szóval a duplájáért. Alapjátékban 3x3-as, szóval ezzel a 3x3-as táblával kezdünk be, és ezt van lehetőségünk tovább bontani. Exploit wide-okkal, amiket amúgy inkább meg is mutatok, szóval X-bomb wide multiplier, ezzel tudjuk, ez egy robbanást idéz elő, akkor ilyen target szimbólumokkal, és nem utolsó sorban ilyen exploitekkel. Tudunk minél több részt feloldani. Szóval, ha leesik kettő scatter ideből be, a harmadik kint van a sarokban, akkor az nem bont sajnos. Fel kell, hogy robbanjon, ki kell oldódjon, és aktív kell legyen ez a rész is ahhoz, hogy az úgy nekünk jó legyen. Jó, bónuszra rá fogunk nézni azonnal, először meg is nézzük a bónuszát. Az elsőt, kettő bónusza van. Az első nem más, mint a Dogfight, amit 3 scatter aktivál. Egy gép, hát egy repülőgép belsejében fogunk lenni, van 18 gombunk, és arra kell, hogy érkezzenek nekünk vagy szorzók, vagy pluszok. Az a lényeg, hogy három pörgetéssel kezdünk, és minden újabb plusz vagy szorzó leesésével ez retriggelődik. És az a lényeg, hogy függőlegesen minél több sor nekünk ott kijöjjön, mert az aktiválja a dogfight atakot, ami mi. Igen, itt azt jelenti, hogy egy sor függőleges gombot ki kell gyűjteni, szorzóból vagy pluszból, akkor aktiválódik a dogfight támadás, ami annyit tesz, hogy be fog jönni egy kis animáció, előttünk megjelenik majd egy repülőgép, és azt eltaláljuk, vagy sem, ettől függnek a továbbiak. Hogy az adott függőleges sorban a szorzókat, pluszokat újra megkapjuk-e, avagy sem. De majd, mikor vizuálisan is meglátjuk, minden érthető lesz. A legjobb dolog akkor történik, mikor az összes 18 gomba beérkezik nekünk, vagy egy szorzó, vagy egy plusz, mint itt a képen is látható. Ezek a gombocskák, kapcsolók, igazából ez lehet egy jobb szó. Ezek itt, ha az összes felgyülemlik, akkor aktiválódik a kamikáze támadás, ami től kaphatunk 8 lehetséges multipliert, ez 1-től 50-ig, itt le vannak írva. Egy hajó fog bejönni, és igazából ugyanez a mese. Ha eltaláljuk, akkor meg fogjuk kapni a szorzókat. Ez garantálhat nekünk egy nagyobb kifizetést. Azt mondom a másikra, majd akkor nézzük rá, mikor megvásároljuk. Úgyhogy először nagyon gyorsan átmegyünk, és megvesszük a bónuszunkat. Dogfight, tora, és van ilyen véletlenszerű szerencse alapon, hát 1 az 50-hez az esélyed, hogy az erősebbiket kapod meg belőle. Sok szerencsét. Oké, megvettük az első bónuszunkat, 3 scatter, dogfight, itt vannak a panelek, a repülőgép belsejében, itt van a 18 kapcsoló, amiről beszéltem, amik nem is kapcsolók, dial angolul, mindegy, nevezzük kapcsolónak, jó lesz az, hogy óra mutató igazából. Szóval mi van itt, jönnek a szorzók, jönnek a pluszok, amíg csak szorzók esnek, azok ott maradnak, és látjátok, jött most egy pluszos, és meg lesznek szorzódva, szóval valószínűleg, szóval nem is nem valószínűleg, nekünk az lenne a legjobb, ha minél több szorzós esne le, és majd utána valamikor egy nagyobb pluszos. Ezekről a függőleges sorokról beszéltem, ezekkel lennek, hogy
kigyőjenek szorzókkal vagy pluszokkal, úgyhogy ide várunk valamit. Oké, hogyha most is behal, akkor ennyi a bónusznak. Jó, megmentett minket. Most már ebbe a sorba is, meg ebbe a sorba is egyetlen egy további plusz vagy szorzó kell. Hogy megnézzük a dog fight animációt. Funkciót. Oké, kigyűlt. Látjátok, most ez a 3 plusz 2-es itt aktív lesz, és ezt meg tudjuk kapni. 80% dogfight. Látjátok, megjött a repülőgép, eltaláltuk, kiért, hogy hit. Megkaptuk az összeget. És így megyünk tovább. Egészen addig, amíg befutcsolunk. Úgyhogy ez egy gyengébb lett. 44x-et kaptunk. Nyilván ez is a tétünkre. Tétünktől függ, hogy mennyi lesz a kifizetés. Azt szorozza be. Ránézzünk még egyre. 3-2, ugyanúgy. Igen. Bekerülünk a repülőgép belsejébe. Látjuk a jó kis 18 kapcsolónkat. Oké. Az ötös szorzó, az most megszorzózódik a plusz 4-el. Oké, még egy kettes. Még van egy pörgetésünk, ezen kívül reméljük, hogy jön valami. Annyi hely van, hogy jöjjön. Ezt el sem hiszem, srácok, az igen. Na jó, nagyon gyorsan. Ezt felejtjük is le, hogy ez megtörtént, jó? Kezd be nagyon szépen. Jó, ez nem az. Hatos. Pluszosok egyből hozzáadódnak, hogyha nincs mellettük szorzósok. Szorzósok pedig, hogyha jönnek, azok tényleg addig maradnak, amíg nem jön egy pluszos. Azok ott gyülekeznek. Várva egy nagy pluszos, hogy megszorozzák szépen. Amúgy úgy lehet egy nagyobb szorzót ide becsempésznek. Jó, hát eddig szorzom nincs, de majd most lesz, figyelj. Az nem az. Nem baj. Nem baj, nem baj, nem baj. És amúgy itt látható a kamikáz, ami az erősebb funkció, mikor már az összes kigyűlik úgy, mint ez a negyedik. Oké, megint eltaláltuk, azt a tizet megkaptuk. Kár, hogy nincs szorzó ebbe a vízszinte, a függőleges tárcsán. Nevezhetjük igazából tárcsának is, nekem mindegy. Jó. Hol vannak a szorzók? Lehet tudni? Ilyet még talán nem is láttam. Csak pluszosak. Jó, ez azt jelenti, hogy most nagyon meg kell induljon az a szorzós, nem? Ez hogy? Egy értelmesebbre még várunk? Hát ha. Ezután pedig megnézzük a tora-tora-torát. Jó, kezd be nagyon szépen szorzóval. Az nem az. Mi van veled, ember? Uff. Négy jelenleg egyszerre? Oké. Plusz 2, plusz 3, plusz 4, ezt összeadt és megszorozta 2-a. Köszönjük. És még így is nagyon kicsi lett. Jó, 2 pluszos. Ide várunk, vagy igazából bárhova. Jó. Szorzót még, egy nagy szorzót. Ah, azt most összeszorozott, lesz egy 4-es. Ezzel 32-re szorozva a vég reményünket eddig. Jó, figyeljetek, ez nagyon jó lehet. Ide is eshet, ide is, ide is, ide is. És mondom, hogyha az összes 18-a beesik, akkor jön a kamikáze funkció. Nehogy behajt te. Giga cringe, amit csinál, bazd meg. Na jó,
eljött az idő, és rácok, megveszik a tora-tora-torát. Kicsit borsosabb, de a kedvetekért bármit. Mindkettőt aktiválja. Nagyjából ugyan azt láthatjuk, mint az előbb. Oké, elég keményen bekezdtünk. Micsoda! Mi történt? Ez olyan hirtelen történt, hogy el se fogtam. Oké. Szóval ide leesett egy hármas szorzó. Baszki. Annyi, hogy a középső sorunk az máshogy néz ki. Ahogy láthattuk, itt beesett a plusz 6, itt azt hiszem 4 volt. És akkor ez így hozzáadódott, ezért lett 10-es. Valószínűleg ennek hatására jött össze ez is. Plusz a 4-es szorzó is itt volt. Jó, ez ott most egy kisebb. Ugyanúgy beeshetnek a függőlegesbe, és még akkor van valami, hogyha jól emlékszem, hogyha oké, 130, az jó lehet, csak el kell. Megvan, 430-et hozzáadtunk. Szóval azt akartam mondani, hogy a középső sor, hogyha kigyőlik, akkor azt hiszem, akkor is van egy funkció. Annyi helyre eshet, bazd meg, ne! Ezt nem akarom állni. Olyan hirtelen történtek a dolgok. És igazából nem is volt nagy profit. 10k profit. Nem baj. Így legalább be tudunk nézni még egybe. És jobban megfigyelni a történéseket. Oké, nézzük. Ugyanúgy 18 panel. Oké, oda beesett egy plusz 4-esünk. Ja, értem. Szóval, hogyha a középsőbe beesik egy pluszos, akkor fölötte a szorzássá alakul át, és ugyanúgy megszorozza még a középső sora. Szóval plusz 4, bejött a 4x, és akkor 4x4, bekerült a 16x. Valami ilyesmi. Oké, még van. Oké, egy 9-es. Hát, ez akkor lett volna szép, hogyha történik egy olyan, mint az előbb. Ide egy nagy szorzó, ide még egy szorzó, azt a kettőt megszorozza, és akkor végül megszorozza az egészet. Ebben az esetben a 9-ese. Oké, megint kapunk egy 16x-et. Ja, nem. Várjatok. Oké, szóval valószínűleg véletlenszerű, hogy szorzássá alakul át itt, vagy pluszossá. Mert ugyebár itt szorzássá alakult, itt pedig pluszossá. Ó, nem baj, egy függőleges sorunk itt kigyűlt. 100x-nél járom. Oké, ott bejött egy 5-ös szorzó. 2 aktív. Oké, 45. Oké, kigyűlt egy újabb, ami azt jelenti, hogy bejön még egy. Azt is elkaptuk, azt a 30-at megkapjuk. Jó, gyere. Ide. 5 szabad kapcsolónk van még. Hova esett? Ide? Nem láttam. Aha, ide. Jó, igazából meggazdagodni nem fogunk ebből sem. Csak annyi ebben a jó, hogy minél közelebb vagyunk a kamikáze funkcióhoz. Még be kéne valamilyen úton módon essen 4 darab gomb utolsó pörgetés. Ahhoz képest, hogy mennyi minden történt, hát azt hittük, hogy nagyobb dolgok fognak történni. Nem nagyon történt semmi igazából. Nem úgy potyogtak a dolgok, ahogyan az kellett volna. Jó, nézzük, utolsó báj valószínűleg. Oké, 5x. Most is pluszos lett belőle. Az egy 50-es, nem rossz. Egy 3-as. 1053-ra. Oké. Itt még lesz valami, srácok, hogy itt kell nekem. Bejött egy 12. Középsőben valami nagyot. Jó. Megszorozza 9-el. Nem szorozza meg 9-el. Mi?
Jó. Jó, aktív a 5-ös meg a 3-as szorzó. És ezt most megkapja az 5-ös. Na, nem rossz. Valami ilyesmit tudnák elképzelni. Csak még nagyobb összegekkel. Hova? 6-os, ott kigyűlt a sor. Jó, az egy 90-es. Eltaláljuk-e? Oké, mostanában csak találunk. Csak találataink vannak. Helyes, helyes. Még, kettő pörgetés. Úgy elmennék a kamikázéig. De csak azért, hogy mutassam meg nektek, srácok, hogy miről is van szó. Oké, ott is kigyűltünk. Meg vagyunk. Oké, ott egy 120x-ról van szó. Hogy ne hagyj cserben. Oké, ez az. Nagyon jó a pilótánk. Nem tud hibázni konkrétan. Oké, ne bazd el. Ne bazd el. Jó. Gyere még. Légy szíves. Hát, ez nem jött össze, de látjátok, hogy hogyan történhetnek a nagy dolgok, ugye? Ez volt a Pearl Harbor, srácok. Remélem tetszett, ha tetszett, és ki szeretnétek próbálni, akkor sok szerencsét kívánok hozzá. Ne felejtsetek el feliratkozni, meg lecsekkolni a weboldalt. Mindent megtaláltok majd. Köszönöm, srácok, hogy néztetek. Találkozunk legközelebb. Puzi, hello.